Sziasztok, jó reggelt, jó estét kívánok mindenkinek, aki ezt a videót nézi, és a Profit Faktorral tart, és hogyha te is ezek közé tartozol, akkor már most gratulálni szeretnék neked, ugyanis egy érdekes metrikát vettem észre, beírtam a Google Trends-be a kriptót, mint szót, amire rá lehet keresni, és kijött nekem két grafikon, az egyik egy amerikai, a másik egy magyarországi grafikon, és azt láttam, hogy mindkettőn a keresési, mennyiségeknek a száma tökéletesen megegyezik a bika piac aljával. Tehát gyakorlatilag pontosan ugyanakkora érdeklődés van a retail felől, jelen pillanatban a kriptó iránt, mint amekkora volt 2022 legalján ár szempontjából. Tehát gyakorlatilag azok közé tartozol, akik már magasabb áron, de még mindig ugyanakkor érdeklődés mellett figyelik ezt a szektort. Ami azért érdekes, mert egyrészt dicséretes, hogy ilyen magas árak vannak ilyen érdeklődés mellett, ugye ez azt mutatja, hogy az intézmények fel tudták hajtani egy kicsit a bitcoin etf el a az árát a ö, piacnak, másrészt pedig ez ö, azért is dicséretes, mert ö, a legtöbben ilyenkor elfordulnak, és akkor jönnek vissza, amikor már késő. És ilyen pillanatban azt kell mondjam, hogy nem, hogy ö, nem, hogy késő, hanem ö, még mindig koraiak vagyunk, ami tök jó, hiszen ö, egy-két hónappal ezelőtt, amikor az árak elkezdtek emelkedni, akkor még fómo volt, tehát akkor még mindegyőtöktől azt hallottam, hogy én már úristen, meg most már aztán nem is érdemes, meg, meg már sose látunk olyan árakat. Most, hogy visszajöttek az árak, ugye most működik a pszichológia, és most arra gondol mindenki, hogy úristen, lesz-e itt egyáltalán bikapiac, nem lesz ez olyan, mint szokott lenni, ez már nem olyan, stb. Nem olyan, viszont a ciklikussága időben véleményem szerint pontosan ugyanaz. Tehát ha megnézitek, annyi a különbség, hogy hosszabb ideig akkumulálódunk, ami meg technikai elemzés szempontjából csak annyit jelent, hogy magasabbra fogunk menni. Úgyhogy ha valaki elhibázta és a novemberi árakon tavaly nem tudott beszállni, az most körülbelül be tud szállni a novemberi árakon, viszont szeretnék nektek mutatni uh, valamit. És ehhez mindjárt meg is mutatom a képernyőt, és a ezzel kezdeném, a CoinGecko-n, ugye itt van piaci kapitalizáció szempontjából az összes altcoin, és azt vettem észre, hogy a hatalmas zuhanások, a hatalmas heti zuhanások mellett, ugye itt van mínusz 20, mínusz 25, mínusz 24, mínusz 15, stb. Kiemelkedett nekem az, hogyha megnézitek, míg a bitcoin a hetesen 9,5%-ot zuhant, addig az Ethereum csak 8,9-et. És gondolkodtam rajta, hogy ez véletlen lehet-e, vagy valami van mögötte, és ugye nyilvánvaló, hogy az Ethereum spot ETF-ek miatt az Ethereum egy kicsit más kategóriába esik most. Arról nem is beszélve, hogyha belegondoltok, akkor ugye már az előző ciklusban is kimondták, hogy hivatalosan Amerikában hogy a bitcoin az a commodities-be tartozik, nem pedig a securities-be, tehát egyfajta biztonságot élvezett, addig most az Ethereum az egyetlen olyan elem, amiről ebben a szekcióban hivatalosan nyilatkoztak, és megegyezett a CFTC és a SEC abban, hogy hova tartozik, ki fogja regulálni, és az összes többi elem pedig rizikós maradt. És ugye a tőzsdék ellen is folynak eljárások altcoinokkal szembe, le akarnak vetetni tőzsdékről elemeket, stb., úgyhogy az egész altcoin piac egy kicsit most még rizikósabbnak tűnik egy átlagbefektető szemszögéből, mint a bitcoin, illetve most már, mint az Ethereum. Tehát az Ethereum átkerült véleményem szerint azok közé az elemek közé, amik valamilyen szinten védve vannak, ugye, hiszen a SEC nem fogja regulálni, hanem a CFTC fogja regulálni ha jól gondolom, járj utánnak, utána mindennek saját magad, és hogyha már ennél a témánál vagyunk, akkor olvasd ezt el. Akik pedig ezt már elolvasták, mert már jártak itt a csatornán, és visszajöttek, az annak a jele, hogy szeretitek ezt a tartalmat, legyetek olyan kedvesek, növeljük a táborát azoknak, akik fel is vannak iratkozva a csatornára. Ez azért nagyon fontos, mert képzeljétek el, hogy az elmúlt... Napokban nézegettem, hogy a magyar csatornák közül melyik a populáris és melyik a kevésbé populáris, és azt vettem észre, hogy nem csak a profit faktor, hanem vannak más nagyon jó kriptó YouTube csatornák is, viszont az átlag, ö, átlagos csatornákhoz képest nekünk kisebb a nézettségünk. És ennek az egyik okát abban látom, nézegettem a kommenteket azokat a videók alatt, és képzeljétek el, hogy az átlagember nem a tartalom miatt van itt, hanem azért azt dicsérgeti a youtubereknél, hogy milyen jó a háttered, meg tök jó, hogy te arra is figyelsz, hogy a polcon mindig más van mögötted, meg ilyenek, és én azt gondolom, hogy... Ö, erősítenünk kellene az okos emberek táborát a YouTube-on azzal, hogy igenis megmutatjuk egy lájkal, like egy feliratkozással, egy megosztással, egy kommentel, egy pozitív kommentel azt, hogy igenis a tartalom számít, nem, nem a külcsény a fontos, hanem a belbecs. Úgyhogy legyetek kedvesek, iratkozatok fel, osszátok ezt a tartalmat, és nézzétek ezeket a videókat, mert ezzel tudjátok segíteni nagyban a munkánkat. Na de visszatérve a fontos dologra, ha megnézitek, akkor gyakorlatilag az old time high-hoz képest behúztam egy vonalzót a bitcoinra, az ethereumra, ezt így, hogyha bekapcsolom, akkor talán ö, látszik is, hogy ö, igen, tehát hogy a, a bitcoinra és az ethereumra, valamint ugye a szolánára. A, tehát a bitcoin van középen, a bitcoin 18,37 százalékot esett gyakorlatilag az old time high óta. Most a mai aljat ö, húztam be, tehát ennél most egy kicsit följebb vagyunk már, de a mai legalja az árnak az 18,37 kal volt az all time high alatt, míg az ethereum 28,71, valamint a Solana 29,29. ,29. Tehát a bitcoin van a legbiztosabb helyen ebből a szempontból, viszont őket követi, az Ethereum és a Solana. Tehát az Ethereum és a Solana azok az elemek, amikbe a piac még hasonlóképpen bízik, mint a, mint a Bitcoin. Most beszélek itt természetesen arról a rétegről, akinek fogalma sincs a többi altcoinról, azt se tudja, mi az, hogy memecoin, azt se tudja, mi az, hogy protokoll, azt se tudja, mi az, hogy layer1, Tehát az átlag emberek, akik akár intézményeken keresztül, akár a saját tárcáikon keresztül megmozgatják a piacot. Viszont ami nagyon fontos, hogy lehet, hogy lehet, hogy a jelen pillanatban a, az emberek még, még csak a bitcoint és az ethereumot látják kívülről. De emlékezetek vissza, hogy az előző a csak a bitcoint látták kívülről. Tehát minden más egyfajta kultusz volt, egyfajta nem tudom, underground valami volt, addig most már mindenki tudja Amerikában azt is, hogy mi az, hogy Ethereum. Legalábbis, ha pontos különbséget a kettő között nem is, de akkor azt már tudja, hogy az Ethereum jobban emelkedik, nagyobb volatilitású, mint a bitcoin. És higgyétek el, hogy azok a tőzsde cápák, akik a a Wall Street-en meg a különböző nyugdíjalapoknál, meg mindenhol úgy érzik, hogy ők belsősök, az értékesítők, azok, akik az LTF-eken keresztül eladják ezeket a termékeket, ők mélyebben bele fognak ebbe ásni, és nem fogja feltétlenül érdekelni őket, hogy ez most egy játékotoken, ez most egy layer 2 valami, ez egy mémkoin, akármi, meg fogják nézni, a gazdaságilag fontos adatokat. Jó, igen, Gazdaságilag fontos a fundamentum is. Akkor fogalmazok úgy, hogy azon kívül, hogy megnézik, hogy az most egy játéktoken, egy protokoll, egy DEX token, egy akármi, azon kívül azt fogják nézni, hogy minek mekkora a piaci kapitalizációja, mennyire lehet megmozgatni azt a token-coint egy adott összeggel, illetve, hogy találnak-e rá OTI ajánlatot egy CEX-ről. Most olyan dolgokról beszélek, amit máshol nem biztos, hogy hallatok, úgyhogy... Figyeltek érdemes megnézni a végéig ezt a gondolatmenetet. Tehát a következő, hogyha ö, vannak ö, nagy magántőkét ö, mozgatni tudó privát entitások a Wall Street-en, és ezeknél a cégeknél egyáltalán, akik LTF-eket árulnak, ö, és ők utána néznek a dolgoknak, akkor meg fogják nézni, hogy melyik az az elem, amit ők könnyen tudnak majd manipulálni, nagy... Ö, nagy közösség van mögötte, vagy az várható, hogy nagyon komoly influencerek fogják nyomni ezeket a tokeneket a bikapiac tetején, amikor az alt szezon elindul, és ezek közül melyikre tudnak OT-ajánlatot kapni? Az OT-ajánlatnak az a lényege, az over-the-counter ajánlatnak, hogy ha most bevásárolnak, akkor azt peer-to-peer -peer tudják nekik hangolni a tőzsdék, és nem fogják megmozgatni az árfolyamot. Tehát ez egyfajta unfair advantage, egyfajta ö, olyan előny, amit azok élveznek, akik ezekkel a tőkékkel rendelkeznek, és akik ide bevásárolnak, azok utána biztosra fognak menni, hogy az adott niche az influencerei azt olyan szinten nyomják, és csak azokat nyomják, hogy ezek a tokenek menjenek föl, és ők szépen ki tudjanak a tetején átlagolni belőle. Ehhez kellnek majd az on-chain adatok, amiket majd ismét, ahogy közelünk a felső egyharmadához a Bika piacnak, el fogtok kezdeni megint látni a Discordon. Látni fogjátok, hogy a Smart Money mikor kezd el melyik tokenből kiátlagolni, és le tudjuk ezeket a mozgásokat majd követni, nem a tetejét kell eltalálni majd, hogy hol leszünk, hanem hogy melyik belegyünk benne, és körülbelül mikor átlagoljunk ki belőle. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna a gondolatmenet, és ne feledjétek, hogy a profit faktor bennetek is ott van, a bitcoin vagy a dollár legyen veletek, sziasztok, találkozunk a következő videóban.